Ismét visszatértünk a reklám után. Nem tudom, hogy ki járt már a Kobuciban, de szerintem aki igen, annak maradandó élmény. 10. évadját ünnepli a Kobuci, úgyhogy ez alkalommal beszélgetünk Nagy Krisztián főszervezővel. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És hát az egyik fő célkitűzésünk az, hogy ugye ma péntek van, péntek, szombat, vasárnap. Vasárnapig tart ugye a fesztivál, ugye vasárnap zárul, úgyhogy csináljunk akkor most még a 3 napra nagyon sok kedvet aki mindenkinek. Aki esetleg még nem volt a Kobuciban, az kedvet kapja, hogy elmenjen. Na, mik lesznek még? Próbáljuk meg mindenképpen, igen, ez a cél, hogy kedvet csináljunk, de hál' Istennek az eddigi tapasztalatok alapján a kedv már megvan a közönség részéről, hiszen ez a fesztivál 5. napja lesz ma este, és még három nagyon erős este áll előttünk, sőt, talán azt mondhatnám, hogy a műfajnak az élvonala látogat el a kert színpadára ebben az utolsó 3 napban. Ma este a Dalinda nevű formáció lesz az első vendégünk, ő Pár Julianna énekesnő vezette, 3 nagyszerű hölgy, aki a Liszt Ferenc Zene Akadémián végzett, és a magyar népdaléneklés hagyományára építő alakzat. Ők is fiatalok, és tulajdonképpen, hogyha az imént említetted, a jubileumi évad azt jelenti, hogy részben a kezdetekre, az indulásunkra is emlékszünk, mindig helyet adtunk olyan formációknak, amikről mi nagyon jól tudjuk, és pontosan tudjuk, hogy nagyon-nagyon tehetségesek, és nagyon az élvonalhoz tartozóak, de a közönség még nem ismeri őket annyira. Nos, a Dalinda mindenképpen ilyen lesz ma este. Őket pedig valaki olyas, valaki követi, akit nem hiszem, hogy a világzenét szerető közönségnek be kell mutatnunk. Ő az Ágoston Béla vezette Zuboj. A Broken Ethno műfaját, azt lényegében ők találták fel, és ebből következően ők a legjobbak benne a világon. Holnap este szintén besodrom, talán a világ minden nagy színpadán, minden országában, a Montreux Jazz Fesztiváltól kezdve Aldi Meloel mindenkivel játszottak, és hál' Istennek, a kertnek is gyakori vendégei. Ez a fesztivál egy különleges alkalom volt, hogy most még időt szakítottak arra is, hogy nálunk is színpadra lépjenek, illetve ugye azt szoktuk mondani, hogy ha nem tudjuk elmagyarázni, hogy mi ez a világzene, akkor átélni a legkönnyebben a Boban Markovics vezette zenekarra lehet. Ők a vasárnap este sztárvendégei, vagy talán világsztárvendégei. Szépen felépítették azért ezt az évet. Tehát ez be kell vallani. Abszolút, hogy... igyekeztünk, igen. Igyekeztünk emelkedő fokozatokat szem előtt tartani. Amire létrejött a Kobuci, most hogy érzik így 10 évad után? Sikerült ezt elérni? Azt gondolom, hogy igen. Természetesen egy ilyen jubileumi évforduló mindig a számvetésnek is a helye, de azt szoktuk mondani a stábtagokkal, kollégákkal, illetve az alapítókkal máig is, hogy tulajdonképpen 10 éve ünnepelünk. Az élő zenét ünnepeljük minden nap, és az élő zene közelében, a nagyon jó minőségű élő zene közelében nagyon könnyű és nagyon jó élni. A kezdetekhez való hűség azt hiszem, hogy sikeresnek mondható, azon egyszeroknál fogva, hogy ugye a Kobuci kert alapvetően egy népzenei helyszínként indult, és amire a népzene megtanított bennünket, főleg a Kárpát-medence népzenéje, hogy a különböző stílusok vagy műfajok azok nem egymástól távol léteznek, hanem inkább egymást áthatásaikban, egymást inspirálva. Tulajdonképpen ez vezetett végül a világzene felé is bennünket, hogy ma azt mondhatjuk, hogy elsősorban világzenei helyszín vagyunk, de természetesen ugyanilyen szívvel állunk ki a blues és mindenféle patinás underground műfajok mellett is. Szóval, hogy ezt a fajta nyitottságot azt hiszem, hogy sikerült megőrizni, és az az ízlés, vagy az a fajta kíváncsiság, ami az elején vezette az alapítókat, az azt hiszem, hogy ma is jellemzi a műsorkínálatot is, és a helyszellemét is. Egyébként ebben egyetértünk, hogy ami az elmúlt, hát ezt nem is tudom, hogy ez 10 évre visszaugorhatunk-e, de ami az elmúlt 5-6 évben érzékelhető, nevezetesen, hogy a névzene, az autentikus zenék milyen szép reneszánzokat kezdik el élni, ezt önök is tapasztalják egyébként? Akár a résztvevők számában, a zenekarok felbukkanásában? Tulajdonképpen minden szintéren tapasztaljuk, tehát egyfelől a közönség érdeklődését tekintve is. Hál' Istennek ez a műfaj a legfiatalabbaktól az idősebb generációig mindenkit megérint egyre inkább. Másfelől ha szabad nem zenészként ilyen udvariatlanul fogalmazom, tehát a zenének a minősége tekintetében igen. is. Egyre kifinomultabb technikákkal, egyre nagyobb tapasztalattal érkeznek már a kezdeti formációk is, és egyszerűen csak kapkodjuk a fejünket, hogy ki miért nagyon jó a saját hangszeres tudásában, vagy a hagyományhoz való
hozzáállásom. Amit itt a Robi mondott, na most valószínűleg zenéhez tényleg értők el fogják kezdeni fogni a fejüket, de hogy a népzene újraéledése, de hogy itt ugye igazából nem arról a fajta népzenéről beszélünk, amit most butaságot fogok mondani, amit tanultunk általános iskában a zeneórán, tehát hogy volt egyfajta olyan átalakulása a népzenének, ami ilyen retteltesen jót tett neki szerintem, és kialakult egy olyan népzene, ami iszonyú élvezhető, bulizni akarok rá, és közben mégis ott vannak a hagyományos értékei. Jól érzékelem, ezt zenéhez nem igazán értek. Abszolút, ugye ez egy széles spektrum lenne, ami a nagyon tiszta, autentikus népzenétől, tehát a tiszta forrásoktól, ugye a Bartók mondja, egészen a világzenének az individuálisabb közérzeteihez, meg kifejezés formáihoz tólig tartó skála. És a világzenének az a speciális tartománya, amiben mi hiszünk, vagy ami mellett mi letettük a voksunkat, az éppen ennek a keveredésnek, vagy ennek a közeledésnek az egyik nagy közvetítő közege, vagy fóruma. Olyan, aki a sajátba valamiképpen a tradícióknak a tiszteletében, a hagyománynak a tiszteletében mindig beépíti a, úgy tetszik, az archaikus és a modern elemeknek az ötvözetét is. És ettől az, hogy meghalok egy Bobán Márkovicsot, és nem bírok ülne maradni például. Tehát, azon biztos. Az mondjuk biztosba lenne. Az mondjuk biztosba lenne. A hazai zenészek egyébként, főleg feltörekvő generáció, kellően tud inspirálódni a nyugati trendből, mármint a minőségi nyugati trendből egyébként? Azt gondolom, hogy ma már abszolút. Tehát azzal, hogy ha már említettük a kezdeteket, nyilván a táncházmozgalomnak a története, amikor indult, az egy egészen másfajta, nem tudom, mediális környezetben zajlott. Tehát ma az internet segítségével azért sokkal könnyebben hozzáférnek mindenféle olyan inspirációkhoz a zenészek, amik nem közvetlenül személyesen őket érik, hanem egész egyszerűen a közvetítő csatornákon keresztül ráébrednek, vagy rácsodálkoznak arra, hogy más kultúrák hogyan működnek. És ez egyfajta inspirációt jelent, hogy a sajátot tudják újra gondolni, és a sajátot. No, akkor összefoglalva, tehát akkor ma az Zuboly Dalinda, aztán holnap akkor Besodrom, és Bobán Márkovics pedig vasárnap. Ez a hány órakor lépnek fel? Napunk, ma este 7:30 kezdünk, a szombati és a vasárnapi fellépők pedig este 8:00. És a Robit megpróbálom majd elcsábítani bulizni. Én nagyon szívesen elmennék egyébként, de most pont nem tudok. Nem eszek Budapesten. Most pont nem. Pedig. De mindenképp érdemes lesz. Azt hiszem, köszönjük, hogy itt voltunk. Mi is köszönjük az érdeklődést.